Szóval mit kell tudnunk a héten érkezett új iPhone-okról, és miért fontos, hogy az Apple végre bemutatta az Apple Watch 4. generációs változatát? A mai adásban erről lesz szó. Lássuk! Sziasztok és üdv újra mindenkinek a csatornán, köszönöm, hogy ma is velem vagytok. Én Pavló Péter vagyok, ez pedig itt a Térerő, ahol mindenféle kütyükről, meg mobilokról, meg egyéb más okosságokról szoktunk beszélgetni. Szóval, ha nem szeretnél lemaradni a legfrissebb videókról, akkor mindenképpen nyomd rá itt alul a feliratkozás gombra. Köszi! Kezdjük a végén. Szóval, ahogy arra számítani lehetett, az idei évben nem teljesen új iPhone-ok érkeztek, hanem a tavaly bemutatott iPhone 10 megpiszkált változatai. Ez a piszkálás viszont annyira jól sikerült, legalábbis az Apple szerint, hogy az iPhone 10-et ezek után már nem is fogják gyártani. Persze ehhez kellett az is, hogy bár a jubileumi iPhone 10 baromi sok pénzt termelt a cégnek, alapvetően nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Na de visszatérve a szerda estéhez, szóval gyakorlatilag három új mobil érkezett, az iPhone 10S, az iPhone 10S Max és az iPhone 10 R. Igen, az Apple idén változtatott a névadási stratégiáján, és most már nem plusznak, hanem Maxnek nevezte el a nagyobbik iPhone-t, aminek őszintén szóval egyelőre én még nem látom az értelmét, de Tim Cook fejében már biztos összeállt a nagy terv. Mondjuk én alapvetően arra is kíváncsi vagyok, hogy a tavaly bemutatott iPhone X után, ahol az X ugye a 10-et jelenti, szóval hogy ezek után mennyire tudnak majd kikeveregni ebből a névadási mizériából, és milyen néven jelentik be az új iPhone-okat jövőre. Tim Cooknak biztos megvan erre már a stratégiája, nekem azért vannak kétségeim. Amúgy könnyen lehet, hogy egy új névadási hullám elején tartunk, ugyanis a Honor nemrég mutatta be Kínában a 8X készülék nagyobb változatát 8X Max néven, szóval könnyen lehet, hogy hamarosan a Huawei-nél meg a Samsungnál is megjelenik majd a Max név. Az Apple épp annyira piszkálta meg a mobilokat, hogy a vásárlók úgy érezzék, érdemes lecserélni a tavaly megvett iPhone 10-et, mert van miért. A dizájnon reszeltek egy kicsit, amitől még kifinomultabbak lettek a készülékek, viszont túl nagy változás azért nem történt, szóval, hogyha valaki már ott fogja majd a kezében az új iPhone-t, akkor jó eséllyel a kutya sem fogja tudni megmondani, vagy legfeljebb csak alapos méricskérés után, hogy amit lát, az a tavalyi iPhone 10-es vagy az idei. Az iPhone 10-es kijelzője gyakorlatilag ugyanakkora lett, mint a jubileumi iPhone 10-é, ami 5,8 colt jelent, viszont megkapta hozzá az Apple A12-es Bionic processzorát, ami nem csak erősebb lett, hanem nagyjából fele annyit fogyaszt, mint a korábbi chip. Az üvegborítása megújult, így az eddigi legstrapabíróbb készüléket vehetjük majd a kezünkbe, az IP68-as védettség pedig gyakorlatilag minden olyan dolgot kívül tart, aminek semmi keresnivalója egy mobilon belül. A tavalyi modellhez képest finomodott a kamera érzékelője, a képfeldolgozó szoftvernek köszönhetően pedig fotózás után is eldönthetjük, hogy a képen hova akarjuk tenni a fókuszt. Ez azért is nagyon fontos tényező, mert a fényképezőgépek gyakorlatilag még azzal tudják versenyben tartani magukat a mobilhoz képest, hogy jóval nagyobb objektíven rendelkeznek, ugye ez nyilván érthető, hiszen a mobil alapvetően kicsi, így tulajdonképpen a méretbeli hátrányokat azt a szoftveres megoldással kell valahogy kompenzálni, és úgy tűnik egyébként, hogy ezt a mobil gyártók egyre jobban meg tudják csinálni. Az iPhone 10-es Max gyakorlatilag ugyanazokat tudja, mint az iPhone 10-es, csak nagyobb kijelzővel, viszont mind a kettő kapott némi plusz üzemidőt, az iPhone 10-es 30 percet, az iPhone 10-es Max viszont másfél órát. Ja, és nem mellesleg a 10-es és a 10-es Max is végre két SIM-kártyát tud majd kezelni egyszerre, amiért már nagyon régóta könyörögtek a felhasználók, szóval köszi Apple. És ezek mellé jött még az iPhone 10R a maga 6,1 colos méretével, ami így pont bepasszol a két másik modell közé. A kijelzője viszont valamennyivel gyengébb, csak LCD-t kapott, ugyanakkor ugyanúgy benne van az A12-es chip, elől pedig ugyanaz az optika van, mint a másik két mobilnál. A legnagyobb különbséget talán az jelenti a másik két mobilhoz képest, hogy a 10R hátlapjára csupán egy darab kamerát szerelt fel az Apple, cserébe viszont egy rakásszín közül választhatunk majd, feltéve, hogy nekünk ez fontosabb opció, mint mondjuk az, hogy a hátlapon két kamera legyen. Árban leginkább a 10R-t éri meg majd megvenni, a 64 GB-os ára 300.000 forintról indul, a 256 GB-os pedig 360.000 forintba kerül. A 10S és a 10S Maxből 64, 256 és 512 GB-os változat kerül a piacra, amiből a 64 GB-os 10S 400.000 forintról indul, a vége pedig az 512 GB-os 10S Max lesz, a maga 578.000 forintjával. Igen, gyakorlatilag luxus lesz egy ilyen készüléket megvenni, és inkább bele se gondoljunk abba, hogy ennyi pénzből mennyi mindent lehetne még megvenni. Az este legfontosabb pillanata viszont szerintem nem az új iPhone-ok érkezése volt, hanem az Apple Watch 4 bemutatása. Igen, ugyanis ez az az eszköz, amiben a legtöbb fejlődési potenciál van, és ez az a változat, ami most már nagyjából képes azokra a dolgokra, amire egyébként az Apple Watch hivatott. Igen, mert az Apple Watch jóval több, mint egy drága kiegészítő, és jóval több, mint egy szimpla okosóra, az ő útja valójában az, hogy egy tökéletes egészségügyi kiegészítő eszközé váljon. És hogy ez mennyire így van, arra korábban már láthattunk példát. Ott van például annak a 76 éves férfinek az esete, aki gyakorlatilag az Apple Watchnak köszönheti az
életét. Történet szerint a férfi okosórája rendellenes púzust mért, ami után úgy döntött, inkább orvoshoz fordul, és kiderült, hogy életmentő műtétet kell végrehajtani rajta. Ha nem veszi komolyan az eszköz méréseit és nem fordul orvoshoz, akkor rövid időn belül infarktust kapott volna, így azonban egy hét lábadozás után mehetett is haza a kórházból. Szóval ez a történet is azt mutatja, hogy mennyire fontos lesz a jövőben, hogy legyen egy ennyire precízen mérő eszköz a kezünkben, illetve hát egész pontosan a kezünkön, és hogy az Apple továbbfejlesz-e a már meglévő technológiáját, ahogy azt most meg is tette. Az Apple Watch 4 hátlapján lévő szenzorok még pontosabbak lettek, így a korábbinál hamarabb észreveszi majd a készülék az alacsony vérnyomást, meg a rendellenesnek tűnő szívritmust. Ami viszont még ennél is menőbb, hogy már EKG-t is képes mérni az óra, egész pontosan 30 másodpercig, és hogy mennyire pontosak az adatai, azt jól mutatja, hogy az amerikai élelmiszer és gyógyszerbiztonsági felügyelet is bemérte, és azt mondta a készülékre, hogy ez nagyon rendben van. Az óra emellett a korábbinál kétszer gyorsabb S4-es processzort, és a korábbinál sokkal-sokkal érzékenyebb giroszkópot és gyorsulásmérőt is kapott, így most már azt is tudni fogja, hogyha elestünk. Sőt, nem csak hogy tudni fogja, hanem automatikusan el is indít egy visszaszámlálót, amit ha nem deaktiválunk időben, akkor segítséget fog hívni. Az már csak haba tortán, hogy a kijelzője harmadával lett nagyobb, mint eddig volt, mindezt ráadásul úgy, hogy maga a készülék mérete nem sokat változott, így jóval több információt olvashatunk majd le róla, mint eddig. A hivatalos adatok szerint egyébként 148 ezer forint lesz az ára, szóval ha valaki azon gondolkodik, hogy egy új iPhone-t venne a most megjelent iPhone-ok közül, akkor a 10S Max helyett mondjuk sokkal inkább a 10R-t javasolnám neki, a kettő közti árkülönbségből pedig simán meg lehet venni egy Apple Watch 4-et is, és higgyétek el, nagyon megéri. A szerdai bemutató egyébként technológiai szempontból egy kicsit szegényesre sikeredett, ugyanis nem érkezett sem új iPad, sem pedig új MacBook, pedig mind a kettőről lehetett hallani, és mind a kettő kapcsán lehetett azt várni, hogy esetleg most majd lerántja róla a leplet az Apple. Viszont emiatt kifejezetten várom a következő bemutatókat, és nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy mi mindent villan majd még az Apple. Na hát mára nagyjából ennyi, a csatornára itt tudtok feliratkozni, a korábbi videókat itt tudjátok megnézni, odalent kommentben pedig mondjátok el, hogy ti mit gondoltok az új iPhone-okról, az Apple Watch 4-ről, és hogy ezek mennyibe kerülnek. Mi egy hét múlva találkozunk, addig is ne felejtsétek, csak egészség legyen és térerő. Szevasztok! Check the number or try your call again.